A két éve működő Veresegyházi művésztelep első budapesti kiállítása a Kóka galériában. Kállai András által vezetett 10-nél is több képzőművész tömörítő csoportosulás az elmúlt két évben Veresegyházon hozott létre formációt közösségi alkotásra, most tőlük látható gyűjtés Molnár Valéria doktor a Kóka galéria kurátora rendezésében. Kállai András szobrászművész kitartó szervező munkájának köszönhetően két éve teljesen új közösség került fel a művészeti palettára. Festőművész testvérével és további közel 10 képzőművésszel akkor azért gyűltek össze Veresegyházon, hogy 10 napon keresztül megállás nélkül alkossanak közösen, mégis egyedül. A kezdeményezés ötlete pedig annyira megtetszett Veresegyház polgármesterének és a helyi önkormányzati vezetésnek, hogy az első perctől támogatták. A következő időszakban a csapat tovább bővült, a művésztelepen való alkotásból pedig hagyomány lett. Nekik ad most teret a budapesti Kóka galériát vezető Molnár Valéria doktor, méghozzá egy időszakos kiállítás formájában. A galéria hangulata pontosan illeszkedik a művészek kollektív egyéniségéhez, akiknek így arra is lehetősége nyílik, hogy a Veresegyházi után a budapesti közönség is megismerhesse munkásságukat. A kiállítás komoly hangsúlyt fektet arra, hogy az összesen 13 művész egyéniségének kiemelése mellett megmutassa azokat az együttes erősségeket is, melyeket munkáik közösen érnek el. Így kerülnek egymás mellé a különböző alkotói stílusban készült művek, merészrendezési elvek mentén, és mégis egymásra rezonálva. Ezáltal párbeszédbe kerülnek egymással egy alkotói térben, ahogy maguk a művészek is a művésztelep alkotói folyamata során. A teljes kiállítást erőteljesség és lendület jellemzi, pont úgy, mint a művésztelep létrejöttét és megerősödését. A megnyitó Molnár Valéria doktor, a galéria kurátora nehéz dologra vállalkozott, mivel 13 művész alkotásait kellett elhelyezni szóban és rendezésben egy térré. Molnár Valéria vagyok, és a Kóka galériában vagyunk. Kóka Ferenc festőművész, Munkácsy Díjas festőművész volt, és sajnos 97-ben meghalt. És a munkáit, illetve ezt a helységet a felesége úgy gondolta, hogy az alapítvány céljaira kéne felhasználni, és gyakorlatilag azóta itt működünk, kortárs művészeknek rendezek itt kiállítást, és most nagy örömömre a Veresegyházi művésztelepnek a munkáit láthatjuk itt. A velük való találkozás érdekes volt, mert én nem tudtam róluk, hiszen még csak két éve volt, amikor megalakult ez a művésztelep, de egyik művészbarátom felhívta rá a figyelmet, és megismerve a munkájukat, a bennük lévő lehetőségeket, sokszínűségeket, úgy gondoltam, hogy az ez évi első kiállításnak ez nagyon jó lesz. Megnézzük a képeket, 13 kiállító van, még annyit, hogy a 13-ból 8 férfi van és 5 nő, a 8 férfi közül 4 szobrász és 4 festő, a nők pedig festők, és egy keramikus is van közöttük, Kunéva. Ha a képeket nézzük, akkor más és más lelkületű embereket találunk. Teheda Erikának a munkái láthatók itt egymás mellett. Ő most abban a korszakában van, amikor kicsibe akarja megmutatni mindazt, ami fontos. Előtte a beszélgetésben tudom, hogy előtte nagyméretű képeket festett, most pedig megpróbálja mindazt tömöríteni és kis méretekben felhívni a figyelmet arra a területre, ami neki nagyon fontos. Perui származású az apai oldalról, és volt módja egy egész évet ezen a területen tölteni, úgyhogy a munkáin, amiket itt látunk, a színek, illetve a formák is mutatják, hogy egy egészen más világon tartózkodott, mint ami az itthoni festészetére adott esetben jellemző. Ahogy beszélgettem vele, elmondta, hogy azt fogta meg őt leginkább, hogy egészen mások a színek, és a régi és az új összefonódik, és egy egységet képvisel. A következő sorozatkép
Csendomber Veronikának a munkái. Ő még a Képzőművészeti Egyetemnek a hallgatója, és hát egy egészen más stílust mutat, mint amit az előbb, Erikánál tapasztaltunk. Tulajdonképpen a színek kontrasztjára épít, másrésztől pedig ugye a vásznat két felé osztja, és két szín fogja meghatározni a képnek a hangulatát. Ezek általában, és ezeket gyakorlatilag egy ovális, egy fejformával teszi izgalmassá. Úgy tűnik számomra, hogy mintha időnként csak egy jelmez lenne, egy maszk lenne az az arc, különös tekintet, amikor csak egy felé, arcnak a felét mutatja meg. A következő a rendezésnél nagyon fontos volt megérezni azt, hogy a különböző alkotók munkái közül melyek azok, amik mégis egy egységet képviselnek, akár a festő és módja szerint, és tulajdonképpen ez a hármasság, amely három festőnek a munkája mégis nagyon szép egységet képvisel. Itt ugye a visszafogott színek lesznek a jellemzőek, különösen a Maróti Dénes és Teheda Erikának a munkáján. Nagyon-nagyon visszafogott minden, vagy különösen akkor észlelhető a különbség, hogyha ránézünk majd ezekre, visszatekintünk az igencsak színes képeire. Egyébként az a munka, az egy valós épületnek a felidézésével, egy perui prekolumbián építészeti stílusra jellemző épületnek a megfogalmazása, és a művésztelepen készült. A nagyon szép színben Dankó Bernadettnek a munkája. Én nagyon-nagyon szeretem az ő munkáit, mert csupa lélek az egész. Hát, úgy is mondhatnám, hogy tényleg az övé leginkább a lelket szólítja meg ezekkel a színekkel, a narancssárgának a különböző árnyalataival, és alatta kontrasztként a zöldnek, és közben ugye a képnek az a címe Vörös Sándor versére utalva, hogy benned a létra, és az a felemelkedő narancssárga, kibudjanó szeretet talán az, ami az eget a földet ott összeköti. A következő páros megint csak nagyon jó, mert három művésznek a munkáját tudtuk egységbe kovácsolni. Kálai Andrásnak a munkája, amiben egyszerre láthatjuk az ő grafikai énjét és a szobrászi énjét is. Ugye a szobrászatára jellemző, hogy nem agyon dolgozza, úgymond a követ, hanem a legszükségesebbeket alakít a kövön. És én ezt fantasztikusnak találom, ahogyan a földanya arca mindazt a fájdalmat tartalmazza, amit az emberiség igazából neki okoz. És azt tartom még egy nagyon-nagyon jó ötletnek, hogy ha az ember megfordítaná ezt a szobrot, akkor eltűnik igazából a földanya arca, hanem csak a moha az, ami ami a fejen megmutatkozik. Hiszen tulajdonképpen azért, én nekem azt jutatta eszembe, hogy azért nem is gondolunk úgymond a föld anyára, mert nem látjuk, hiszen elfedi az arcát és elfedi minden bánatát az, ami a növényzet és az épületek és az emberek, akik ezt úgymond használják. Mellette nagyon-nagyon jól érvényesül Maróti Dénesnek a Táncos című képe. Dénesre nagyon jellemző, hogy erőteljes grafikai vénája van. Például König Frigyes volt neki a tanára, és nagyon ebből én látom a grafikai ényét. A másik pedig az, hogy egy festményen nem egy pillanatot, hanem több pillanatot összefog, hiszen a táncnak pont az a lényege, hogy az embert egy pillanat alatt egyik lelki állapotból a másikba át tudja vinni. A következő
Preszkovics Bernadett. Rá éppen most az a jellemző, hogy a fényt szeretné, a látságot szeretné a festményein megmutatni, és gyakorlatilag a régebben, mint ahogy beszéltem vele, megint csak nagyméretű képeket festett, és azon kívül nagyon színes dolgokat, most pedig abban látja a festői feladatát, hogy ezt a két dolgot, a látságot és a fényt egy festményen megmutatja, úgyhogy a tér igazában el is tűnik, vagy ha sokáig nézzük, csak akkor látszódik a munkáin. Két Preszkovics Bernadett munka van, szintén ezt a témát járja körül, hogy hogyan tudjuk a látságot kifejezni, de már itt a másik képen, ahol ez a fekete csík, illetve a sötétebb zöld vonalak megjelennek, foltok megjelennek, ott azért már lényegesen erőteljesebben érezhetjük a benne lévő indulatot is. Ahogy beszélgettem vele, mondta, hogy most ez a világ foglalkoztatja, de tudja, hogy munkám benne, megint csak, hogy színesebben és merészebben fog festeni. Én ezen a képen már érzem annak az előfutárát. Itt is három alkotónak a munkái vannak, tehát alkotnak egy egész sorozatot. Ebben itt azt mondhatom, hogy a Kun Évának a tóparti sorozata van, aminek az a története, hogy nem tudott részt venni fizikailag ezen a művésztelepi munkában, de mert beteg volt a keze, és ezért, amikor meggyógyult, utána kiment a tóparta és elkészítette ezeket a munkákat, ami nekem egyértelműen mutatja az ő keramikus létét, mert olyan mesés fákat és tájat rajzolt, és oly módon, mint ahogy a kerámiáin is, ha ki ismeri a munkáit, az a rokonságot azonnal megtalálja. Ennek az egyik ugye, leginkább így elvonatkoztatott utolsó része, ami csak fekete és a kéknek a játékára épít, és pont ez tud egy nagyon jó összekötést adni Essebánki Ákosnak a munkáival, aki ugye a belső terekkel foglalkozik az én látásom szerint, és úgy tudnám megfogalmazni, hogy ő a fénynek és az átláthatatlan anyagnak az váltakozását és az egymással való viszonyát mutatja be, és természetesen a színei, azok meg erőteljesen az ember érzelmeire hatnak. Pontosan ebből van egy kék és egy zöld változat, ami a zöldnek az a kapu, az a címe, mert valóban olyan, mint egy átjáró lenne, az a fehér kapu, az egy átjáró lehetne talán egy másik világba. Nagyon érdekesek a belső fények, vényzuhatagok, és ez a zöld kép vezet át, megint csak Preszkovics Bernadettnek egy érdekes technikával készült munkáira, amit úgy hívnak, hogy transfer technika, és ő ezt akrira és vászonra, tehát akri festéket, illetve vászonra dolgozza rá, és nagyon ugye a talányossága miatt érdekes ez, mert ezek a foltok, ugye, ha az ember szemléli, akkor egy rosszak tesznél az ember, ha egy-egy dologra rátekint, akkor a saját belső lelkületét látja megjelenítve egy-egy ilyen munkán. Hát itt is van benne egy kis felszabadultság, de ugyanakkor ezek a tépet vonalok mindenképpen valamiféle nyugtalanságot is egyben jellemeznek. És mindegyikre jellemző, hogy van benne egy-egy ilyen tényleg egy fénykapuszerűség, ami mégiscsak biztató. Szintén még a Bernadettnek a Fény című festményét láthatjuk. Ez az a téma, ami hát a festészetet ugye mindig is foglalkoztatta, a belső fénynek a megjelenítése. És ha már belső fény, akkor gyakorlatilag Essebánki Ákosnak a belső tere,
az egyértelműen ugye megint csak a fényről és az áthatolhatatlanságról, illetve a fénynek a módosító erejéről szól. Ezek a belső terek nagyon izgalmasak, mert egyrészt még üvegfelületeken keresztül hogyan módosul a fénynek az útja, illetve a színek ezeket is, ezeket taglalja. Ugyanakkor vannak benne olyan nagyon erőteljes, egyértelmű utalások a fény útjára, amitől nekem ez igen izgalmassá válik. Külön rendeztem a szobrokat, aminek ugye az volt az oka, hogy egyrészt így jobban tudom védeni őket, másrésztről pedig nagyon szépen egymás mellett lehet három szobrásznak a munkája. Kálai Andrással kezdeném. Talán a család megfogalmazásának érzésem szerint egyik legszebb megfogalmazása. Gyönyörű, hogy egyetlen egy tömbbe foglalja bele az apa, az anya és a gyermeknek a testét, és hogy mindenki együvé tartozik, talán azt mutatja legjobban, hogy itt ez egy háromszöget zár le az egész, és mindenkinek az arcéle pontosan ebbe a háromszögnek a hegyes szögébe mutatkozik, igen, hegyes szögébe mutatkozik meg. És ami külön nagyon szép, hogy ezen sokat gondolkodtam, hogy ilyen színű követ talált az András, és ezen ezt nézegettem előről, hátulról, és akkor rájöttem, hogy nem, ez egy közönséges kőd, ellenben András kibontotta úgy, és ahol kellett, úgymond színezte. És hát nagyon érdekes módon fogta össze, hogy a férfinek a figurájába a kék színt elenyítette, és a nőnek és a gyereknek a figurájába pedig leginkább egy ilyen rózsaszínes árnyalatot hozott be. De hát attól lesz ez, igen, meg ha megnézzük az arcokat, a gyerek az ugye a sztelisztálja nevet, mert még csak a jóra tud emlékezni. Az asszony és az ember az már tudja, hogy az életben sok minden van, az örömön kívül is. A mellette lévő szobor, az a Böjte Horváth Istvánnak a munkája. Hát ez egy gyönyörű, egy egészen más stílus, talán még az afrikai szobrokra is emlékeztet, mert ha ugye az áhítatnak, az ember által, meg ez ember hogyan viselkedik, amikor áhított állapotban van. Hát becsukja a szemét, felemeli a tekintetét, mert keresi a kapcsolatot azzal, akinek ez jár. Füle bezárva, mert semmi más nem fontos, csak az, ami belül érzésként keletkezik. Úgyhogy ez a kéz is olyan, az is elnagyolt, mert mind nem érdekes, mind arról szól, hogy valami belül történik, és keresi a kapcsolatot az égiekkel. Ennek pont az ellenpontja, szintén csak Böjte Horváth Istvánnak a vudu gyerek, amelynél ugye a pontos fejformának a megfogalmazása, és az, hogy a fekete-fehér együtt van, fejezi ki leginkább, hogy itt valami egészen másról van szó, mint egy élő, teljes emberről. És azt, hogy ez egy vudu teremtménye a világnak, azt is igazából ez a nem teljes megfogalmazás, megmintázás is erősíti. Ha tovább megyünk, akkor még Kálai Andrásnak a nagyszerű apafia kompozícióját látjuk, ahol tulajdonképpen itt ez a pont számomra azt jelenti, hogy az apa mentálisan mindent át akar adni, valóságosan és mentálisan is át akar mindent adni a gyermekének, hiszen tulajdonképpen akkor lesz valaki apává, hogyha megszületik a gyermeke. És ezt a teljes egységet fejezi ki, és valamint ezek a vonalak is mind összekötik a két figurát, jelezvén, hogy egy egységet képviselnek. Ha szobrásszal megyünk tovább, akkor Hans Peter Bauernek a Love című
kompozíciója, amiben benne van a szerelemnek az az oldala, amiről nem szoktunk beszélni, de leginkább mondjuk a szerelemféltés, amikor már igazából nem szerelemről van szó, hanem a másik birtoklásáról. Neki, még visszatérek majd oda, de itt ezt szeretném megmutatni, Hans Peter Bauernek egy talált tárgyra épített kompozíciójára, ahol a Dunából kihalászott régi, Isten tudja milyen feladatot ellátó pisztoly, csövére egy mágnes vonzza oda a golyót. Tehát ő már rosszat nem fog tenni, és ezzel a piros masnival egyrészt utalunk a vérre, illetve utalunk arra, hogy ez most csak játék. De nem ez volt valamikor. A Henriknek, Kálai Andrásnak a Városvédő szent szobra nagyon érdekes módon, megint csak ez a háromszögre, erre a háromszög élbe komponált, olyan építészeti utalásokkal, ami ott a másik oldalon látható, valóban a szent, a városvédő szent, és a város egyé válik, hiszen akkor tudja megvédeni, hogyha egyé válik vele. A másik, hogy nagyon érdekes a megmunkálása, mert megint csak a grafikai elemek dominálnak az műalkotásban, a másik, hogy a minimálisan csiszolta a felületet, ahol kellett, és ahol pedig pontosan a rusztikus felület fejezi ki, amit ő szeretne, mondjuk az épületeket, ott pedig ezeket meghagyta. És Kun Évára szeretnék egy pillanatig még visszatérni. Ugye láttuk az akvarelljeit, amit nagyon érdekes festékanyaggal valósított meg, és mindezek után egyszerűsödik a gondolat, és végül is a tóparton a nádas lesz az, ami a leginkább jellemző, és ezt a nádast fogalmazta meg a kerámia képében. Meg hogyha megnézzük azokat a festményeket, akkor teljesen hasonló, tehát elő tudta állítani festékkel is mindazt, amit egyébként kerámiában meg tud oldani. Itt pedig ilyen német Marcelnek van a szabadtéri vázlata. Ez terakottából készült. Még a főiskolás időszakban volt, amikor a terakottával dolgozott, és aztán már amikor a diplomamunkáját készítette, akkor tért rá az acél röjfeknek a anyagra, amelyben gyakorlatilag megint csak a grafikai vénáját érvényesítette, de mivel most itt a művésztelepen nem lett volna módja ezt megoldani, ezért aztán Kálai András azt ajánlotta neki, hogy a terakottával próbálkozzon. Ezeknek a munkáknak alapvetően a vázlatait csinálta meg a gondolatot, a koncepciót alakította ki, és ezek a munkák később készültek el, már a művésztelepi ott tartózkodás befejezve. Most nagyon érdekes volt ennek a sorsa az én esetemben, mert ugye amikor rendeztük a kiállítást, akkor nem tudtam, hogy ezeket hogyan kell feltenni. Mert semmiféle rendet nem láttam benne, és a művész pedig nem adott nekem erről tájékoztatást, hogy hogyan is kell ezeket föltenni. És aztán azt mondta, hogy ezekben bizony külön rend nincs. Úgyhogy szabadon lehetett volna föltenni, de végül is ez a megvalósítás az ő munkáját dicséri. Leginkább talán ez a szoba fejezi ki azt a lendületet, amit én érzékeltem itt az alkotó művészekben. Nagyon jól megfér itt négy ember. Tehát megint csak az, hogy
van valami emberi közösség közöttük, hogy a képek ilyen jól illeszkedhetnek egymáshoz. Nagyon érdekes volt, amikor egymás mellé került Dankó Bernadett és Kálai Henriknek a festménye, mert egyrészt színben, tehát amikor még nem tettem föl Bernadettnek a munkáját, természetesen Henriknek ez a egymással viaskodó két lénynek a dinamizmusa az lenyűgöző volt, és megfogta az embert, de akkor lett igazából színben, úgymond színben helyes, amikor mellé tettem a Dankó Bernadettnek a képét, mert abban a pillanatban ez a két zöld egymásnak, és oly egymásnak elkezdett beválaszolni, valamint formailag is az a hegy, mintha folytatódott volna a másik képben, és így az egész kivilágosodott. Tehát az volt a meglepő, hogy annyi szint vitt Bernadettnek a képében lévő fény, a sárga, meg a sárgája, hogy a Henrik munkája is ettől teljesen, úgymond, kivilágosodott. Élénkebbek lettek a színek. Következő hármas, az Révész Ákosnak a munkája. Ugye Révész Ákos a metamorfózis nagy költője, és jellemző rá, hogy a háttere az általában mindig egy színű, és ebből az egyszínű háttérből emelkednek ki a lendületes vonalai. Érdekes, ugye, hogy a sárga színbe a fényt, az eszmeiséget próbálja a festő kifejezni, míg egy kék szín inkább az anyagi világhoz való kötődésünket szimbolizálhatja. Nagyon érdekes, hogy így aztán, amikor megnéztem a címeket, címeket, akkor éreztem, hogy Ákos ebben úgymond tisztában van, mert a sárga tónusú festménye az a városnak a lelke, és a másik, a kék képe, az pedig a városnak a teste. Úgyhogy az egy nagy vállalkozás, hogy ennyire fogalmakat képes az Ákos a maga lendületeivel megfogalmazni. Akkor tovább megyünk. A következő alkotópáros Dankó Bernadett, és megint csak Kálai Henrik. Úgyhogy ugye a narancssárga színben, a narancssárga színnek is az a része, amelyik tulajdonképpen, igen, a narancssárga színnek megvan az a tulajdonsága, ugye az a piros és a sárga között, a fény és az áthatolhatatlan szín közötti középutat mutatja, és annyi lendület van megint csak ebben a képben, amelyben azt mondhatnánk, hogy ez maga az élet. És éppen ezért ez a páros megint csak, a páros azt mutatja, hogy Henriknek a visszafogott színeit, aminek az a címe egyébként ennek a festménynek, hogy barlang, annak a titokzatosságát és színbeliségét kiemeli, és úgymond megvidámítja Bernadettnek a munkája. És akkor még megint csak három festő kerül egymás mellé, talán már innen felismerhető, hogy ez Kálai Henriknek az Oroszlán című munkája, ahol igazából megint csak az afrikai létet, illetve az oroszlánban rejlő erőt nagyon szabadon fogalmazza meg, de aki ránéz a képre, egyértelművé tudja tenni, hogy igen, itt az oroszlánról beszélünk, festői eszközökkel. Mellette Bernadettnek az egészen picike kis képe, amely a vörös húzat nevet kapta, a lendület benne van, és egy nagyon izgalmas, picin kép, de annál értékesebb. És mellette megint csak egy érdekes páros, Kálai Henriknek a munkája, és Maróti Dénesnek a munkája. Dénes, mint ahogy a táncosnál is, a pillanatnak a megragadásával foglalkozik. Itt is egy olyan páros van, ahol beszélgetnek.
És van egy alacsonyabb és egy magasabb ember, na meg egy kutya. A kutya és a magasabbik figura az alkot egy egységet, és a mellette lévő az beszél oda hozzájuk. És úgy valahogy nem valami magas rögtű beszélgetés folyhat közöttük, mert fent hordja az orrát a kisebbik figura, és csak beszél, és beszél, és beszél, és a másik ember az pedig csak megadóan nézi, és igazában nem érdekli, hogy mit is mond, nem hagyja, inkább azt mondanám talán, hogy nem hagyja magára hatni, hogy a másiknak az esetleges erőszakossága, beszéde ő belé hatolhasson. A Dénese jellemző, hogy ő nagyon, hát, mint ahogy mondtam, grafikusként végzett, hogy a festési módja is árulkodik a grafikai létéről, és ő nagyon vékonyan viszi fel a festékanyagot a hordozó felületre. Tehát nála mindig domináns az, hogy mi is az, amire ő ráfestette, átlátszanak gyakorlatilag a faros lemeznek még a szemcséi is. És ezzel pont ellentétes Henriknek a festménye, amely valami régmúltban történt, valami nagyon szép költői pillanatnak a megragadása, és mindezekhez olyan finomsággal fest meg részleteket, amitől az ember úgy szeretné ezt az időtlenséget maga is átélni.